Sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Arra gondoltam, hogy ebben a videóban egy kicsit inkább ilyen beszélgetős, nem annyira iskolai videóról fog beszélni, mivel úgy vagyok vele, hogy egyrészt nem olyan sok videót láttam magyarul erről a témáról kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, másrészt meg nem beszélhetek mindig az iskoláról, másra is van biztosan igény, ha meg nem, hát akkor meg így jártam. Szóval ebben a videóban összegyűjtöttem azokat a dolgokat, amik nekem nagyon sokat segítenek abban, hogy az adott kapcsolatom az egészséges legyen. És ugye valaki esetleg TikTokról ismer, vagy onnan jött ide, akkor tudja, hogy ez mennyire fontos téma nekem, illetve hogy mennyire személyes, mivel a TikTok profilom az onnan indult el, hogy egy toxikus barátom volt, vagy egy toxikus fiú, fiú volt a krásom, stb. stb. mindegy, ez ott el van magyarázva. Úgyhogy az, hogy ezt a videót megcsinálhatom, az egy nagyon-nagyon jó dolog nekem, illetve ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog nekem, hogy végre eljutottam arra a pillanatra, amikor azt tudom mondani, hogy egy egészséges kapcsolatban vagyok, és igazából minden úgy megy, ahogy szeretném. De akkor nézzük is, hogy mik azok a dolgok, amik ahhoz kell hogy eljussak erre a pontra. Szóval az első dolog, amit megtanultam ahhoz, hogy egy egészséges kapcsolatnak a része legyek, az az, hogy a kommunikáció az a kulcs. Tehát nem azzal a lényeg, amit mondasz, hanem ahogy mondod. Természetesen az is fontos, amit mondasz, viszont nagyon sok olyan dolgot tudok most már elmondani a barátomnak, vagy akár most így függetlenül másnak is, ami igazából kicsit kellemetlen téma, kicsit nehézkes róla beszélni, viszont mivel az ember megtanul kommunikálni, ezért igazából így sokkal egyszerűbb lesz neki beszélnie, mint hogyha mondjuk nem tudna kommunikálni. És olyan sokszor a probléma úgy van megoldva, hogy igazából kommunikálunk. És a főnököm nemrég mondott egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amire így most jöttem rá, hogy egyébként tökre igaza van, mégpedig az, hogy minden nagy probléma egy kis problémával indul. Csak azért lesz nagy probléma, mert nem jutunk el odáig, hogy amikor ez a probléma ez kicsike, akkor beszéljünk róla. És ezért ő például azt mondta, hogy bármikor bármilyen kis problémám van, azonnal mondjam el neki, mert minél kisebb, annál könnyebb megoldani. És minél kisebb a probléma, annál hamarabb tudunk megoldást találni. Viszont, hogyha nem mondom el neki, és odáig jutunk el, hogy nagy a probléma, akkor, akkor az már sokkal nehezebb lesz megoldani. Szóval az első dolog az az, hogy kommunikáljatok. A második dolog az az, hogy kompromisszumot kell kötni. Tehát lényegében nekem ezzel volt a legtöbb problémám az eddigi kapcsolataimban, hogy vagy nem kötött az ember kompromisszumot, a másik emberünk, vagy pedig nem eleget. És az a baj, hogy itt most nem azt mondom, hogy 50-50% mert nyilván ez nagyon nehéz. Kihozni, hogy mindig 50-50 százalék -50 legyen, viszont van egyfajta egészséges dolog, hogy az alap az így 50-50, és valamelyik napokon az ember tud többet adni, valamelyik napokon kevesebbet, olyankor a másik ad többet. Viszont az, amikor így konstans én 100 vagy akár több is, a másik ember meg így nulla, vagy akár mínusz, ez nem. És ahhoz, hogy ez egészséges legyen, néha neked kell többet adni, néha neki kell, néha engednetek kell, viszont az a lényeg, hogy ez egy legyen egy olyan dolog, ami igazából így elfogadott. Tehát ne legyen ebbe a vitatkozás, ne legyen ez probléma, ne legyen ez valakinek teher, hogy neki igazából kompromisszumot kell kötnie, hanem ez legyen egy olyan dolog, ami így alap a kapcsolatban. A harmadik dolog az a bizalom, és ezt igazából így a legeslegelején emelném ki. Tehát az elején milyen bizalmat adunk az embernek, még nem erős bizalmat adunk, még nincsenek biztos lábon, mert még nem ismerjük az embert. Viszont ha már az elejétől kezdve te nem bízol valakiben, és folyamatosan benne, és folyamatosan azon gondolkozol, hogy mit csinál ez az ember, hol van, kivel van, miért nem ír, akkor az nagyon toxikus lesz, már a legelején. És ezért az elején egy ilyen 60%- bizalmat mindig meg kell adni az embernek, és utána az emberünk ezt tudja vagy fölfele építeni, vagy lefele. Viszont, hogyha már az elejétől kezdve nincs meg ez a bizalom, akkor, akkor nem tudsz belelépni. És hogyha valaki mondjuk toxikus kapcsolatban van, oké, okay, utána nagyon nehéz alapból ezt a 60%- bizalmat megadni. Viszont ha nem adod meg, akkor sose fogod megtudni, hogy ez az új ember ő most jobb, rosszabb, ugyanolyan szinten van-e, lehet, hogy ő az igazi, lehet, hogy még toxikusabb, Addig nem fogod megtudni, amíg nem adod meg ezt az alapbizalmat. A negyedik dolog, ami szerintem egyébként az egyik legnehezebb, az az, hogy attól függetlenül, hogy valaki kapcsolatban van, ugyanúgy megtartja a saját életét. Tehát ugyanúgy elmegyek a barátaimmal ide, ő ugyanúgy elmegy a barátaival oda. Én ugyanúgy tanulok, nem tudom, napi x órát, ő ugyanúgy dolgozik napi x órát. Én ugyanúgy valamikor egyedül olvasok, játszom, Liveozó YouTube videót készítek. Ő ugyanúgy elmegy az edzőterembe, ugyanúgy játszik a barátaival, ugyanúgy elmegy a családjához, stb. stb. Tehát mindenkinek volt egy előző élete. Összejöttél valakivel, ez nem azt jelenti, hogy minden, amit eddig csináltál, az így kimegy az ablakon a kukába, és ahhoz, hogy ez egészséges legyen, ahhoz az kell, hogy valamilyen szinten megtartsátok azt az életeteket, ami előtte volt. Hiszen ha 0-24-be együtt vagytok, akkor megőrültök. És ugye ez attól függ, hogy most együtt laktok-e, távolságban e köztetek, stb. stb. Viszont attól függetlenül, hogy távolságban, akkor is meg lehet oldani azt, hogy legyen a saját életed. Ha egyből összeköltöztök, akkor is meg lehet oldani. A lényeg, hogy mindig meg lehet oldani azt, hogy a saját hobbiaitokat, a saját dolgaitokat, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet együtt csinálni. Persze elmehetek én is vele edzőterembe, ő is, nem tudom, ő megnézheti ugye a szociális médiámat, viszont attól függetlenül fontos az, hogy néha azért engedjétek magatoknak meg azt, hogy ezt a saját életeteket úgymond tovább tudjátok folytatni. Az ötödik az az, hogy főleg, ha valaki dolgozik, meg főleg, ha valaki iskolába jár, fontos az, hogy legyenek ilyen minőségi idők, amikor tényleg csak a másikkal foglalkoztok. Az, hogy valakivel együtt laksz, az nem azt jelenti, hogy akkor minden idő quality. Tehát vannak olyan napok, amikor mondjuk kapcsoljátok ki a telefont, vagy menjetek el ide-oda, vagy legyen egyfajta rutinotok. Viszont az a lényeg, hogy ezt ti döntsétek el, hogy mikor. Viszont, hogyha csak munka, csak dolgozás, csak az iskola, csak az edzés, csak a szociális média, vagy nem tudom mi a hobbit, az nem fog jó fényt vetni magára a kapcsolatra, és egy idő után vagy elhanyagoljátok a másikat, vagy pedig ilyen kézpénznek lesz véve a másik, és nem fogjátok úgymond azt a tüzet, ami az elején volt ugyanúgy érezni. És ez nagyon fontos, hogy a tüzet azt érezzétek. A rózsaszínködnek egy idő után vége lesz, ami nyilván oké, okay, mert aki 40 éve házas, annak nyilván nehéz fenntartani a rózsaszínködöt. Viszont az, hogy a rózsaszínköd úgymond eltűnik, az nem egyenlő azzal, hogy maga a kémia, illetve a tűz is eltűnik. Ezeket fön tudjátok tartani ezzel az úgynevezett minőségi idővel. A hatodik az az, hogy legyetek nyitottak. Tehát nem kell, hogy megcsináld azt a dolgot, amit ő csinál. Ha fura hobbija van, ha olyan hobbija van, amit te nem szeretsz, ha olyan hobbija van, amit te nem fogadsz el, azzal nincs semmi probléma, ettől függetlenül lehetsz nyitott. Megkérdezheted tőle, hogy milyen volt. Megkérdezheted tőle, hogy mi a célja vele. Megkérdezheted tőle, hogy meséljen róla. Tehát legyél nyitott arra, amit a másik ember csinál. Legyél nyitott arra, ami a másik embernek fontos, akkor is, hogyha te ezt nem fogadod el, akkor is, hogyha téged ez nem érdekel, akkor is, hogyha neked kismillió jobb dolgod van annál, mint hogy ezzel foglalkozz, mert ez azt fogja mutatni a másik embernek, hogy te érdeklődsz annak ellenére, hogy ő biztosan tudja, hogy teked ez mondjuk nem a kedvenc hobbit, de soha nem fogod vele csinálni. Tehát mit tudom én, ha a barátom horgászna, biztos, hogy nem mennék el vele horgászni, mert engem az annyira nem érdekel. Viszont ettől függetlenül megkérdezném tőle, hogy oké, okay, és milyen volt, mit fogtál, hogy érzed magadat, mi a célod vele, mióta csinálod, milyen felszereléseid vannak, stb. 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 Tehát legyetek nyitottak, akkor is, hogyha esetleg ez ellenetek van, mert ez azt mutatja, hogy ti érdeklődtök, hogy nektek fontos a másik, és nem a hobbi a fontos, hanem az, hogy a másik ember hogyan érez a hobbi iránt. A hetedik dolog az az, hogy tudjatok különbséget tenni között, hogy veszekedés, illetve nem értek egyet a másikkal. Az, hogy nem értesz egyet valakivel, az teljesen normális, sőt, az egészséges. Ha mindig mindenben egyetértetek, akkor valaki hazudik. Viszont az, hogyha állandóan veszekedtek, az meg toxik, tehát nem egészséges. Ergo fontos az, hogy legyetek tisztában azzal, hogy, oké, okay, az, hogy nem értünk egyet valamiben, ez teljesen oké. Okay. Te azt mondod, A, én azt mondom, B, kompromisszumot kötünk. Viszont. Viszont amikor veszekedtek, és tényleg így egymás ellen vagytok, az viszont nem jó, mert akkor nem lesz kompromisszum. Viszont a vitatkozás az egészséges, mert ez azt mutatja, hogy te kiállsz a te igazadért, ő kiáll az ő igazáért, és paf, kompromisszum, ő is enged, te is engedsz, itt a vége. Viszont amikor veszekedtek, akkor mindenki a saját magáit mondja, és nem fogtok arra a pontra eljutni, amikor azt mondjátok, hogy oké, okay, ez egy kompromisszum, ezt most megköthetjük. És a nyolcadik az az, hogy legyenek közös célok, illetve közös értékek. Tehát, ha valaki olyannal vagy együtt, és ezt tapasztalatból mondom, akinek nem ugyanolyanak a céljai, amilyenek neked, akkor egy idő után ebbe bele fogsz fáradni. Egy idő után ebből nem lesz közös jövő. És itt nem arra gondolok, hogy az elejétől kezdve nincs meg a kémia, és ez majd később kialakul, hanem arra gondolok, hogy én akarok gyereket, ő nem akar gyereket ebből nem lesz kompromisszum, mert ez egy olyan szituáció, ami egyszerűen nincs közös cél, nincs közös érték. Nekem fontos a család, neki nem. Ebből nem tudsz kompromisszumot kötni, ha tudsz, le a kalap előtted. Viszont fontos az, hogy ilyen dolgokban értsetek egyet, ilyen dolgokban legyetek egy vonalon, mert ha nem, akkor ez egy idő után ki fog jönni. És inkább hamarabb jöjjön ki, amikor még csak egy hónapja vagytok együtt, mint hogyha kijön mondjuk három év után, amikor már három évet kell eldobni, három évet pazaroltál el egy olyan emberre, akinek igazából az elejétől tudtad, hogy nem lesz benetek közös. Az elejétől tudtad, hogy ez így nem fog működni, mert nem akar gyereked, mert nem akar elköltözni, mert nem tudom, nem akar házat venni, stb. stb. Te viszont igen, és azzal nincs semmi gond, ha valaki nem akar gyereket, ha valaki nem akar házat, ha valaki nem akar elköltözni. Azzal van a probléma, hogy az egyik ember akarja, a másik nem. És ezek olyan dolgok, amiben nincs kompromisszum. Köszönöm szépen, hogy megnézitek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy hasznos volt azoknak, akik esetleg toxikus kapcsolatban vannak, vagy nem tudják, hogy mit csináljanak, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy milyen egy egészséges kapcsolat, bár még sose volt nekik, vagy hogy miért szeretnének, vagy éppen olyan fázisban vannak, amikor úgy érzik, hogy valamilyen újításra van szükség, de mondjuk még nem tanultak meg rendesen kommunikálni, vagy nem tudják, hogy hogyan legyenek nyitottak, nekik remélem, hogy a videó hasznos volt. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le több egyetemi, mentális egészség, utazós, akár tanulási, egyetemi videóról, vagy éppen akár kapcsolatiról. Találkozunk a következő videómban, legyen nagyon szép hetetek! Sziasztok!